A kaszinó épületének négyes termében a lovas élet helyi és környékbeli képviselői gyülekeztek október 30-án a késő délutáni órákban. Horváth Csaba Elfelejtett 40 év című könyvének bemutatójára érkeztek az érdeklődők, mely kiadvány a Nyugat-Magyarországi Lovas Szövetség 40 évet átölelő, szerte ágazó munkáját taglalja. Ennek a lovaskönyvnek a létrejöttét milyen igény hozta létre, vagy pedig inkább egyfajta hiányérzet? Hát, hogy igény volt rá, főleg az idősebb lovasok révén. Az, hogy hogyan jött létre, hát az mesébe illő, hogy hogyan jött létre. Az... Egy-két részletet ebből a meséből, hogyha megtudhatnánk. Mindjárt mondom is, a kőleves meséje, az talán sok fiatal előtt ismert, hogy mindenki hoz bele valamit. Hát ez is úgy történt, hogy Csaba összegyűjtött egy rakásanyagot, de sajnos nagyon hézagos volt az anyag, és akkor még egy csomó búvárkodás volt, és a legnagyobb nehézséget a személyes anyagok jelentették, hiszen arra a tulajdonos vagy vevő volt, hogy adja a könyvhöz, vagy hát úgy gondolta, hogy közjót cselekszik és odaadta, nagy szívesen, de volt, aki azért ráült az anyagra, tehát nem akarták odaadni. Nagyon sajnálatos, de végén azért kikerekedett, tehát 500 fölötti cikket tudtunk feldolgozni, körülbelül olyan 2000 körüli szakirodalmat néztünk át hozzá, amiből ezeket az adatokat össze tudtuk rakni. Itt most a könyv társszerzőivel beszélgetünk, azért említsük meg a szerzőt, talán ő volt az ötletgazda is? Igen, Horváth Csaba. Ki kell mondani, hogy ő nélkül ez a történet most nem lenne. Ő hamarabb lett egy picivel a területi szövetségben olyan vezetői rétegbe, ahol nem annyira a sporttal foglalkoztak, mint a sportszervezéssel. És így ő, mint egy versenybíró, számtalan adathoz hozzájutott, és volt egy nagyszerű mestere, Magasházi János bátyánk, aki szintén nagyon írástudó és nagyon adatszerető ember volt, komoly mérnök ember volt a vagongyárban, és megtanította a Csabát, hogy hogy kell megőrizni értékeket, megőrizni alapadatokat, és ezek az alapadatok szolgáltak arra, hogy utána Zoli barátom és jó magam, valamint a fogatrész dr. Szalai Gyula olyanná formázza, hogy ez a könyv méltó legyen ahhoz, ami mögötte van, hiszen minden egyes lapján emberi, sportbeli teljesítmények vannak, és olyan értékek, amik megismételhetetlenek. Milyen időszakot ölel át ennek a könyvnek a tartalma? Ez a 40 év, ami a Nyugat-Magyarországi Lovas Szövetségnek a regnálásáról szól, ez 1957-től kezdődik, és 1996-ban végződik, amikor is átvette a megyei szövetség minden lovasát, tehát az illetékes megyei szövetség, így mondom inkább. A nyugat-magyarországi lovas élet az egyébként ebben az időszakban, vagy a régmúltban is kiemelkedett a többi régiótól? Igen, a Nyugat-Magyarországi Lovas Szövetség bizony úttörő munkát végzett, mert amikor megalakult, akkor kezdődtek, ébredeztek más területek lovas szövetségei, és mint mintaként működött a akkori Magyar Lovas Szövetségnek a vezetése előtt ez a szövetség. Ahogy itt említették, ez a második könyv, ami az országban megjelent, és felhívták a figyelmet arra, hogy hát ha valaki másnak is gondolatébresztő ez, hiszen azért az egész országban komoly lovas élet folyt, és folyik mai napig is. Igen, nagyon komoly lovas élet folyik. A lovas élet egyre erősebb, tömegbázisa egyre nagyobb, és a minőségi sport fele is egyre többen elmennek. Ki kell mondani, hogy nagyon költséges sport. Nagyon jó szponzorok kellenek hozzá, kitűnő szülői háttér, nagyon jó edzői és kiszolgáló személyzet, de én azt gondolom, hogy ez továbbra is a jövő sportja, szembe olyan sportokkal, ahol az az érzésem, hogy kissé elfáradnak. Milyen példányszámban tudták megjelentetni ezt a könyvet, hol érhető el, kereskedelmi forgalomba is szánják?
Hát 500 példányban jelentettük meg, előzetesen azért felmértük, hogy milyen igényre számíthatunk, és ez az 500 példány úgy tűnt, hogy ez el fog fogyni, és hát nem kívánjuk a nagykereskedelemben megjelentetni, hanem inkább a szponzorunk volt, hogy a Pár Hotel, és az ő segítségével lehet megvásárolni Győrben, illetve személyesen Horváth Csabától, a szerzőtől. Ez a könyv a múltról szól ugyan, de valamelyest azért megszólítja a fiatalokat is, hogy táplálkozhatnak a múltból, és abból talán lehet építkezni? Én azt gondolom, hogy igen. Nem mondtuk ki, de most én elmondom, hogy 1950-es évek elejétől szól ez a könyv. Tehát a legnehezebb háború utáni időkben is ez a könyv azt mondhatja, hogy voltak emberek, akik érreálltak, és egy lovas társaság élén megalakítottak egy olyan társadalmi szervezetet, ami akkoriban egyedülálló volt. Hiszen ki kell mondani, hogy a lovas életben szereplő emberek nagy része az előző érában, a második világháború alatt vagy előtt, hát bizony katona emberek voltak, és azok az 50-es években inkább a hátrányos helyzetű emberek közé tartoztak, és mégis megmerték tenni. Példát mutattak, hogy igenis a lovasságon keresztül, a lovas múltukon keresztül elkezdik az új jövőt építeni. És ők voltak azok, a mi szüleink voltak, a Zolinak az édesapja, az én édesapám, Németi Tamás, Magyar Vilmos, hadd ne soroljam föl, számtalan név, aki aztán a könyvbe szerepel, akik úgy gondolták, hogy lesz Nyugat-Magyarországon ismét lovas élet. Bábolna milyen szerepet kapott ebben a könyvben? Bábolna kulcsfontosságú szerepet viselt ebben a könyvben, hiszen a bábolnai sportélet, tehát nem csak a bábolnai sportéletet kell tekinteni, hanem jelentős tenyésztői múlt állt itt, ezen a területen Bábolna mellett, hangsúlyozom. És a későbbiekben, ahogy a bábolnai kombináttá fejlődött ez a nagyüzem, hozzácsatolódtak más olyan tenyésztőhelyek, Ménesek, Szépalma, tehát megszűnt például a komáromi méntelep, a kisbéri Ménes megszűnt, helyette átvette a szerepet tulajdonképpen egy tetérségben Bábolna. Nagyon jelentős a tenyésztői múltja.